Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Sarnyai Leona vagyok, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy újra itt van velünk Keller Gyöngyi, akiben biztos vagyok, hogy a kedves néző szívében is belopta már magát. Őróla azt kell tudni, hogy transpersonális légzésterapeuta, és hogy még mi mindennel foglalkozik, és mivel tud nekünk segíteni. Majd megkérem most Gyöngyit, hogy néhány mondatba mondja el nekünk, és utána egy olyan témát hozott nekünk Gyöngyi, ami úgy érzem, hogy mindannyiunkat érint. Ő mindig fontos és érdekes témákat hoz nekünk, de a mai nap úgy döntött, hogy a párkapcsolatról és a szexről fogunk beszélgetni, vagy fog nekünk beszélgetni, vagyis fog nekünk beszélni, mert úgy érzem, hogy az életben, életünkben ez is egy nagyon fontos dolog, talán az egyik legfontosabb, de majd Gyöngyi erre is rámutat. Úgyhogy Gyöngyi, én most neked átadom a szót, kérlek, nagyon röviden mutatkozz be, aki még esetleg nem látott téged, és utána rátérünk a mai témánkra. Tessék, Gyöngyi. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt van most velünk. Keller Gyöngyi, transpersonális légzésterapeuta vagyok, és élettanár. Ami azt jelenti, hogy aki hozzám fordul segítségért, annak meg tudom tanítani, hogy hogyan lehet boldogabban és sikeresebben, kiegyensúlyozottabban élni. Ennyit a bemutatkozásról, és hogy a mai témánkat, mai témát miért választottam, úgy gondolom, és a gyakorlati tapasztalatom azt mutatja, hogy a párkapcsolat és ugye ezzel együtt járó, szorosan összefüggő szexualitás az életünknek az alapját adja. Igen, Gyöngyi, és vágjunk is bele, mert már egy csiperkét, azt hiszem egy-egy adásunkba úgy elejtettél, már az a néhány mondat is akkor sokat jelentett. Úgyhogy én arra kérlek, Gyöngyi, hogy vágjunk bele. Rendben, vágjunk bele a közepébe. Oké. Azt ugye tudjuk, hogy társadalomban élünk, és a társadalomnak a legkisebb sejtje a család, illetve a párkapcsolat. És hogyha ez jól működik, akkor az egész társadalom is sokkal jobban tud működni. Ezért is nagyon fontos témának tartom a párkapcsolatot és azon belül a szexualitást. Ugye a párkapcsolat akkor tud jól működni, hogyha legalább három alappillér van, ami nagyon erős benne. Egyrészt a kölcsönös szeretet, másrészt pedig a kölcsönös megbecsülés, harmadrészt pedig a kielégítő és megfelelő szexualitás. És kezdeném egy mondással, egy magyar mondással, ami arról szól, hogy elváltak ágytól és asztaltól. Ugye nem asztaltól és ágytól váltak el, hanem ágytól és asztaltól. Tehát ebben, ugye ezek a régi mondások nagyon velősek, és pontosan azt a fajta lényeget hordozzák magukban, ami az eszenciája az egész életnek, többek között ugye a párkapcsolatra vonatkozva is. Vajon miért nem azt mondja, hogy asztaltól és ágytól váltak el? Azért, mert hogyha egy párkapcsolat jól működik, ugye mondtam, ez a három pillér, és a három lábú szék is nagyon stabilan áll, hogyha ez a három láb megvan a kapcsolatban, akkor biztosak lehetünk abban, hogy egy nagyon tartós, akár egy életre szóló kapcsolat lehet a részünk és az ajándékunk az élettől. Ha viszont ebből a három lábból egy hiányzik, gondoljunk csak arra, a három lábú széknek az egyik lábát kihúzzuk, azonnal felborul. És ugye most ne beszéljünk kifejezetten a szeretetről és a kölcsönös megbecsülésről, mert az evidencia, hanem beszéljünk kifejezetten a szexualitásról, hogy miért is fontos, miért is nagyon-nagyon fontos alappillére a jól működő párkapcsolatnak. Kezdeném ott, hogy biztos már valamennyien megtapasztaltátok, hogy ha jól működik a kapcsolatunk, jó a szexualitás, akkor
akkor felfokozott tempóban tudunk részt venni az életben, akkor teljesen más dimenzióban látjuk az egész világot. Más energiáink vannak. Ugyanazok a rutin feladatok nem fárasztanak. Úgy is mondhatnám, hogy madarat lehet velünk fogatni, és az egész napunk úgy telik, hogy este veszük észre, hogy besötétedett, és nem érezzük, hogy nyűg lett volna az aznapi kötelezettségeink, feladatainknak a teljesítése. Pontosan azért, mert a szexualitásból rengeteg energiát nyerünk. Persze hangsúlyozom, hogy a jól működő szexualitásból. Olyan energiákat nyerünk, amit semmi mással nem tudunk pótolni. Nem tudjuk pótolni azt edzéssel, fizikai munkával, semmivel, azokat az energiákat. És ugye most visszatérek a mondás, hogy elváltak ágytól és asztaltól. Egy párkapcsolatnak a megromlása mindig ott kezdődik, hogy a szexualitásban valami nem működik jól. És aztán utána ugye, hogyha a szexualitás nem működik jól, akkor kezdenek eltávolodni egymástól, és aztán végül is már elidegenednek egymástól, és megbomlik az a szeretet és harmónia, ami köztük volt korábban. De ne menjünk ennyire előre, inkább tételezzük fel, hogy jól működik a szexualitás, és van egy eset a pár életében, amikor családot alapítanak és gyermeket vállalnak. Ez egy mérföldkő egy pár életében. És miért mondom, hogy mérföldkő? Azért, mert az addig jól működő szexualitás egyszer csak nem akar működni. Ennek számos oka van. Nagyon-nagyon sok oka van. Néhányat én most itt elmondok. Természetesen minden egyes esetben külön szoktam megvizsgálni, hogy milyen okok vezettek oda, hogy kihűlt a szex a két ember között. De az általános okokat most elmondom nektek, érdemes átgondolni és tovább gondolni majd, mert hogy ezek ilyen általános problémák. Először is, ugye vegyük azt a helyzetet, hogy ott van a kis pocaklakó, és a szülők elkezdik félteni. Volt nekem ilyen esetem, hogy megtudták, hogy ott van a pocaklakó, és azt mondták, na jó, akkor innentől most ne legyen szex közöttünk, nehogy valami baja legyen. Tehát féltek a vetéléstől, féltek attól, hogy a babának valamilyen sérülést okoznak, és ezért berekeztették a szexet. Fiatal emberekről beszélünk, tehát ilyen 30 éves emberekről beszélünk, vagy akár még fiatalabbak voltak, nem is tudom, hogy bírták ki, 9 hónapig, meg még ugye a 6-7. Lényeg az, hogy berekeztették a szexet. Igen ám, csak azzal nem számoltak, hogy amikor majd már megszületik a kisbaba, és már az orvos is engedélyezi ugye a szülés után 6 héttel, hogy lehet, akkor már nem biztos, hogy fogják kívánni egymást. Nem biztos, hogy akarnak szexelni. Nem biztos, hogy akarnak, inkább azt mondanám, szeretkezni. Mert addigra már annyira eltávolodtak, és annyira megbomlott az intimitás kettőjük között, hogy nem biztos, hogy ez lesz a legfontosabb nekik. Ez az egyik ok. A másik nagyon-nagyon-nagyon nyomós ok, hogy a nők, ugye a férfiaknál a hormonok irányítják a szexualitást, a nőknél pedig az érzelmek elsősorban. Elsősorban, azért hangsúlyozom, hogy elsősorban, mert a férfiaknál is fontosak az érzelmek, és a nőknél is fontosak a hormonok, csak nem mindegy milyen arányban. És van egy nagyon rossz hírem, hogy a nő néhány hónap alatt, akár néhány hét alatt le tud szokni a szexről úgy, hogy nem hiányzik neki. És hogyha ugye ez az állapot ez több hónapig tart, mert hogy vigyázzunk a babára, és ne legyen probléma, ne legyen baja, akkor a nő teljesen le tud szokni az addig jól működő szexről. És nagyon nehéz visszaszoktatni. Ugye itt hormonális változások is vannak, de érzelmi változások is. És ez különösen akkor szokott előfordulni, ezt is gyakran tapasztalom. A nők általában úgy vannak bekódolva, nem is genetikailag, hanem inkább archetipikusan. Tehát ősi módon, hogy az anyasság legyen a legfontosabb. Egyébként pszichológusok, még ez egy 30 éves tanulmány, kutatták, hogy a nők először a
férfiakban az apát keresik. Tehát olyan szemmel méricskélik a férfiakat, hogy na ez a születendő gyerekemnek milyen apja lenne. Tehát legelőször a nők apát választanak a gyereküknek, és utána, hogyha ez az apa jelölt férfiként is jól működik, jól funkcionál a kapcsolatban, akkor megtartják. Most ezt csúnya szóval mondtam, hogy megtartják, de lényegében ez a pont benne. Ha viszont nem tudnak szexuálisan férfi és nőként jól működni a kapcsolatban, akkor ugye eltávolodnak egymástól, tönkre megy a házasság, és akkor, amikor már megvan a nőnek a gyereke, akkor másodjára már férfit választ magának. Tehát az a fontosabb szempont, ez nem tudatosan működik, tehát teljesen ösztönösen tudatalatti folyamatok, de a lényege ez. Tehát ide visszatérünk arra, ugye, hogy megszületik a kisbaba, és tegyük fel, hogy a 9 hónap alatt jól működött a szex. Ugye, amikor megszületik a kisbaba, akkor a nő nagyon arra koncentrál, hogy a babának mindent. És egy ideig a teste is úgy van, ugye, úgy működik, hogy a szex az egy másodlagos kérdés. Természetesen nyilván vannak kivételek, de nagy általánosságban. És most visszatérek az archetipikus bekódoltságra, hogy nagyon sok nőnek az a program van a tudatalattiában, az ösztön lényében, hogy anyává válni. Tehát ő csak egy férfit keres ahhoz, hogy ő anya lehessen. És amikor ez megvan, ugye elnyerte, amit ő keresett, amiért ő kutatott, akkor már tovább nem kell neki az a férfi, mert ugye a mor megtette kötelességét, és innentől kezdve már nincs dolga. Tehát ilyenkor szokott tönkre menni ez a dolog, mármint a szexualitás. De, mint ahogy mondtam, ugye ez hormonális alapon is működik, a nőknél különösen, hogy a szülés után nem is nagyon kívánják a szexualitást. A másik, amit nagyon nagy gondnak látok én az a kapcsolatokban, és azért mondtam, hogy a gyerek születése egyfajta mérföldkő, mert amikor megszületik a kisbaba, az addig Juliskám meg Jancsikám szint hirtelen átalakul. Apa, anya. Tehát apázzák és anyázzák egymást. Nem anyázzák egymást, hanem anyának és apának nevezik egymást. Tehát ez azt jelenti, hogy ők valahol háttérbe szorították azt, hogy ők továbbra is férfi és nő. Tehát ez a szerep egy kicsit kevésbé fontos nekik. Holott ugyanolyan fontosnak kellene lenni, mellérendelt viszonyban kéne lenni a szülő és a házastársi szerepkör egymás mellett, mert csak úgy tudna jól működni a kapcsolat, és hosszú távon és boldogan jól működni. Tehát itt látom a második nagyon nagy problémát, hogy elfelejtenek férfinak és nőnek lenni a gyerek születése után. Ugye arról ne is beszéljek, hogy minden idejüket és minden figyelmüket a gyerek köti le. Nagyon fontos, hogy amikor már van gyerek a családban, akkor is legyen olyan időszak a házaspár életében, ami csak kettőjükről szól. Tehát amikor nem a gyerek körül forog a világ. Persze nyilván nagyon fontos, de ahhoz, hogy ezt a gyereket boldogan és együtt tudják fölnevelni, ahhoz nagyon fontos, hogy ők saját maguknak is teremtsenek külön időt, amit csak kettőjük. Akár egy moziba elmenni, vagy egy kicsit beülni, vacsorázni, meginni egy-egy pohár bort, vagy lepasszolni a gyereket a nagymamának, és akkor most ketten vagyunk, és nincs az a veszély, hogy felébred a gyerek, nincs az a veszély, hogy éjjel átjön hozzánk. Tehát ugye ezek, akik gyakorló szülők, ezeket nagyon sokat megélték, és tudják, hogy azért nem olyan egyszerű ugye a szeretkezésre időt és lehetőséget és alkalmat szakítani, amikor már ott van a kisgyerek, vagy akár két gyerek is, ugye, mert ránk nyithatnak, most fölébred, most éppen fölsír, és akkor szaladni kell. Tehát ezek komoly problémák, és ezeket meg kell oldani. Viszont ha a szülők erre tudatosan felkészülnek, és tudatosan tudnak törekedni, tehát odafigyelnek erre,
akkor nagyon-nagyon sok problémától meg tudják önmagukat kímélni. Én azt gondolom. Igen. Iszom a mondataidat, de szerintem a kedves nézők is, és most a nézőknek szeretném mondani, hogyha közben bármi kérdés felmerül, Gyöngyitől nyugodtan kérdezhetnek itt a chat falon, és hogyha éppen Gyöngyi nem is, de én majd figyelni fogom, és akkor megválaszolja Gyöngyi a kérdéseket. Én néhány dologban, ugye mindig magamra veszem, de ez a jó, hogy ahogy te beszélsz, mi magunkra tudjuk ölteni ezeket a dolgokat, és rá tudunk látni, hogy ez nálunk hogyan is működik, és igen. Tehát nálunk is ez megtörtént, hogy én vagyok a mamika, és a mai napig én is úgy szólítom a férjem itthon, családi körben, de mikor elmegyünk bárhova, akkor ugye, Pityu, de igen. itthon édesapu. Tehát ha már ebédelni hívom, akkor édesapu jössz ebédelni? Tehát igen. De azért ennek örülök, hogy ez nálunk nem okozott akkora problémát, hogy akár a kapcsolatunkra, és én eddig ezt szűrtem le, és én, aki tényleg szerencsés helyzetben vagyok, nekem mindennek a gyökere a szeretet. Így van. Mindennek a gyökere a szeretet, és nekem ebben minden benne van, és ha a szexualitásra gondolok, akkor meg, hogyha elérjük azt, most én magamról beszélek, mindketten fér feleség azt a szintet, hogy nekem akkor jó, ha neked is jó, és pont fordítva is, akkor tehát nálam ez valahogy így működik, de most ne rólam szóljon az egész, hanem de minden, tehát hatalmas segítség minden mondatod, és figyeljünk oda rá, és közben itt volt már az adás elején, hogy lesz-e róla felvétel, igen, lesz róla felvétel, és akár Gyöngyitől lehet kérni, vagy akár tőlünk is, úgyhogy visszanézhető, hogyha úgy érezzük, hogy tényleg minden mondatába fontos információt ad Gyöngyi, és nem tudjuk követni. Gyöngyi, nem tudok most kérdezni, kérlek szépen folytasd. Oké. Nagyon fontos gondolatot mondtál ki itt, hogy a szeretet. Igen. Ez egy, ugye, ahogy mondtam, a három lábú szék, a három pillér a jól működő kapcsolatnál, az első a feltétel nélküli és kölcsönös szeretet, ugye a tisztelet, megbecsülés, illetve a harmadik a szexualitás. Igen, fontos, de azt gondolom, hogy önmagában a szeretet az még nem adja a párkapcsolatnak a feltétlen alapját. Mert pont ez a házas pár, akiről beszéltem, hogy mikor megtudták, hogy ott van a kisbaba a pocakban, akkor leállították a szexet. Olyannyira leállították, hogy 4 éves volt a kislány, amikor elkerült hozzám az édesanyja, és még akkor se volt köztük szex. Tehát, ja, de egyébként nagyon jól éltek, nagyon nagy harmóniában éltek, és nagyon szerették egymást, jól tudtak együttműködni, jól tudtak együtt dolgozni. De én azt gondolom, hogy ez már nem párkapcsolat volt, hanem egy testvéri kapcsolat. Tehát ugye a párkapcsolatnak az egyik nagyon fontos lényege a szexualitás. És azért is jött el hozzám a hölgy, mert már kezdett bennem mocorogni, hát 31 néhány éves emberekről beszélünk, tehát nem 70-80 éves emberekről, hanem 31 néhány éves emberekről, akiknek még fontos utánpótlás, energia utánpótlás a szexualitás, és azért jött el pont, mert azt mondta, hogy el akar válni, mert neki férfi kell. Igen. És aztán szerencsére sikerült visszavezetni őt a férjéhez, de ehhez az is kellett, hogy a férje meg férfi tudjon lenni. Tehát, hogy ő úgy viselkedjen a férje, hogy a felesége őt férfinak lássa. Mert ez nagyon fontos. Egy nőnek nagyon fontos az, hogy a férfit férfinak lássa. És különösen a szexualitásban. Egyébként is, mert ha nem tudja a férfinak látni, akkor borul a kapcsolat. Vagy ugye a nő elkezd férfiként viselkedni, a férfi meg elkezd nőként viselkedni.
És akkor már felcserélődnek a szerepek, és az nem egy egészséges állapot, mert előbb-utóbb mindenkinek elege lesz belőle, és akkor kifele tekintgetnek, mint ahogy ez a hölgy is kifele tekintgetett, és bizony nem volt könnyű dolgunk, hogy megmentsük ezt a kapcsolatot, ezt a házasságot, mert egyébként nagyon szerették egymást, tehát volt alapja, volt mire építeni. Mert ugye nem feltétlenül lehet és kell megmenteni minden kapcsolatot. Tehát, hogyha ott a szeretet, a kölcsönös megbecsülés, akkor van mire hivatkozni, és van miért megmenteni azt a kapcsolatot. Ha már nincs, akkor nincs mit kereskednünk ott. Akkor nincs mit csinálnunk. Pontosan azért, mert ugye a háromlábú székből hiányzik valami. És hogyha mondjuk csak a szex hiányzik, akkor azt vissza lehet hozni. Azt vissza lehet építeni, de ha a szeretet hiányzik, azt nem biztos, hogy vissza tudjuk építeni. Na, a lényeg az, hogy a történetük úgy végződött szerencsésen, hogy ugye visszataláltak egymáshoz, és hát most úgy mondom, ahogy a hölgy mondta nekem, egyszer jött hozzám, és fülig ért a szája, és mondja, hogy képzeld, rámásztam a férjemre. Tehát ez egy akkora siker volt nekem, hogy ő, aki abszolút hárította a szexet 5 éven keresztül, mert ugye 5 évig volt az, hogy nem volt, és most hirtelen ugye elindult benne az energiakeringés, és hát mondom, hát rámásztam a férjemre, tehát ez valami csodaszép dolog volt, hogy ezt így meg tudtuk tapasztalni. És aztán nagyon jól kialakult a kapcsolatuk, nagyon harmonikussá vált újra a kapcsolatuk, a szexualitás is, olyannyira, hogy mertek nagyon intelligens és felelősségteljes emberekről beszélünk, mertek egy újabb babát vállalni. És most már majdnem 1 éves a kisebbik gyermekük is, tehát ennyire vissza lehetett hozni. De mondom, ehhez az kellett, hogy ott legyen az a kölcsönös megbecsülés, szeretet, ugye amire fel tudtuk építeni, vissza tudtuk hozni a szexualitást. Igen, Gyöngyi, köszönöm, vagyis elnézést, jött közbe kérdés, válaszoljuk már meg. Igen. Mit kellene csinálni akkor, ha például a páros hölgy tagja nem kívánja a testi kapcsolatot. Van erre valamilyen ötleted, Gyöngyi? Igen, ez egy nagyon jó kérdés és általános kérdés, mert többnyire ugye a nők nem szokták kívánni a szexet, és erről én a Facebookon is, meg posztokban is írtam nagyon sokszor, hogy bizony ennek hormonális oka is lehet. Na most az csak az általános okokat mondom el, mert ez szintén minden egyénnél más és más. Minden nőnél más és más, hogy miért van ez. Lehet azért, mert ugye amikor szülünk, utána a hormonális egyensúlyunk az nagyon felborul. Ugye erről beszéltünk 2-3 adással korábban, a hormonháztartásunknak a működéséről. Rengeteg ösztrogén van a női szervezetben, mert az folyamatosan termelődik, és ez az ösztrogén, ez elveszi a libidót, elveszi a szexuális vágyat, megöli. És hogyha ezt nem ellensúlyozzuk, nem csökkentjük le az ösztrogén szintjét, ugye a természetes progeszteronnal, meg egyéb módszerekkel, de nyugodtan lehet írni nekem, akár a Facebookon, akár az e-mail címemre, az pedig b.gyöngyi, majd azt is esetleg kitesszük oda, de a honlapomon is lehet kérdést feltenni, és azt én megkapom az e-mail címemre. Tehát, hogyha... Tehát egyrészt a hormonális egyensúly az, ami felborul, és ezért sajnos nem kívánják a szexet a nők. A másik ok pedig az lehet, hogy bár megvan ez a megbecsülés és szeretet, de valahol mégsem tud a férfira felnézni a nő. Nagyon fontos, egy nőnek nagyon-nagyon fontos alap, hogy a férfira fel tudjon nézni. És nem csak a tulajdonságaira, hanem térben is. Tehát, hogy tényleg egy picit magasabb legyen a férfi. Nem kell sokkal, csak hogy tényleg fel lehessen ránézni. Fizikálisan is. És tehát ez a két fő ok,
ami miatt meg szokott borulni ez a szexuális egyensúly, illetve ugye a szexuális vágynak a csökkenése, vagy akár meg is szűnte, erre a két fontos okra vezethető vissza, de természetesen ugye ezt mindenkinél egyénileg kell megvizsgálni, és egyénileg szoktam megkeresni az oda vezető okot. Például ma volt nálam egy hölgy, és őt 11 éves korában megerőszakolta a nagybátyja. És ugye egy 11 éves kislányról beszélünk, és aztán folyamatosan éveken keresztül csinálta ezt. És a kislány nem mert szólni a szülőknek, nem mert elmondani senkinek, mert nagyon életveszélyesen megfenyegette ez az ember őt. Na most el tudjuk képzelni, hogy ennek a kislánynak a szexualitás fogalmához milyen érzések kapcsolódnak, milyen érzések tapadnak. Tehát ez is lehet a háttérbe. Sajnos. És azt tapasztalom, hogy sokkal több kislányt ér szexuális zaklatás, különböző szintű szexuális zaklatás, sajnos, mint amiről tudomásunk van. Sokkal-sokkal többet. És ez már megalapozza azt, hogy ugye az első időben, amikor felfokozottak vagyunk, akkor jól működik, aztán ugye elmúlik az újdonság varázsa, közben esetleg születik egy gyerek, tehát halmozott problémaként mutatkozik ez, mint ahogy itt a kérdezőnk is, ugye, hogy már nem kívánja a testi kapcsolatot. Nagyon-nagyon sok oka lehet, de ezek a fő okok, ez inkább akkor azt mondom, hogy három fő ok. Tehát a hormonális változás, az, hogy nem tudja valami miatt férfinak látni a férfit, és a harmadik pedig a korábbi szexuális tapasztalatok, illetve szexuális élmények, amik olyan mélyen vannak eltemetve, hogy a nő mondjuk 20-30-40 évesen nem is emlékszik rá, hogy ez megtörtént vele. Nekem volt egy olyan kliensem, aki azt nem tudta elviselni, hogy én hozzáérjek a karjához, amikor jött, és köszöntöttem, és úgy mindenkit úgy megszoktam egy picit ölelni, és ezt nem tudta elviselni. Na most kiderült, amiről nem is tudott, mert annyira mélyen eltemette magában ezt az élményt, hogy 8 éves volt, amikor megerőszakolta a szomszédék félkegyelmű fiúja, egy felnőtt fiú. És ezt annyira mélyen elásta magában, hogy amikor ez így a terápiában előjött, akkor megdöbbent rajta, és szinte magán kívül volt, hogy ez velem történt meg, tehát nem is emlékezett rá. Tehát azért mondom, hogy a tudatalattinkban nagyon sok minden olyasmi van eltárolva, ami ilyen szexuális vágy csökkenéshez vagy megszüntéhez vezethet. És közben Gyöngyi jött egy újabb kérdés. Ha viszont fordítva van, akkor mi lehet a helyzet? Tehát, hogyha a férfi nem. Igen. Hát mondjuk ez a ritkábbik eset, de sajnos ilyennel is találkoztam már nem is egyszer. És ennek is számos oka lehet. Többek között itt is a hormonális változás, vagy akár valamilyen szervi probléma, tehát mondjuk magas vérnyomás vagy cukorbetegség is lehet a háttérben, de hogyha minden ilyen orvosi okot kizárunk, még akkor is marad bőven ok arra, hogy a férfi ne kívánja a szexet. Na most ugye a férfiaknak nagyon fontos, hogy ők tudjanak teljesíteni. A férfiaknak nagyon fontos a pénisz méret. Pedig nem a nagyság számít, én azt gondolom. Nyilván nem elsősorban a nagyság számít. Tehát, és hogyha nem érzi magát elég jónak az a férfi, nem érzi magát elég macsósnak, elég hódítónak, elég kívánatosnak, és elég dögösnek, hogy így mondjam, akkor szépen el fogja magát zárni ezektől az eseményektől, hogy nehogy felsüljön. Nehogy csütörtököt mondjon, nehogy beégjen, és hogy nehogy probléma legyen, ugye, hogy most ő nem tud teljesíteni, vagy nem úgy tud teljesíteni, vagy kiderül, hogy mekkora van neki. Tehát számos oka lehet szintén. De ezek a fő okok. Aztán még okként itt megemlíteném azt is, hogy lehet, hogy a feleségében inkább egy pót anyukát lát. Még ha ezt nem is tudatosítja magában, mert ezek a dolgok nem szoktak tudatosulni. De mégis, ugye, aztán még lehet egy nagyon fontos ok, és ezzel is elég gyakran találkozom, hogyha így a szexben van probléma,
hogy valamelyik előző élet köszön be, szivárog be a hatása. Tehát a saját példámat elmesélem, mikor nekem a fiam megszületett, én 30 éves voltam, és azt mondtam, ugye akkor már a lányom majdnem 9 éves volt, és azt mondtam, hogy minden anyának a második gyerekkel kellene kezdeni, mert teljesen más érzés volt. Én ezt akkor így gondoltam. Ma már tudom, hogy ez nem így volt, sőt, hát utána is néztem dolgoknak, és kiderült, hogy a fiammal valamelyik előző életünkben házasok voltunk. Na, hogy örültem neki, amikor megszületett, ugye? Mert hogy na végre újra láttalak. És ez is nagyon gyakran elő szokott fordulni, hogy valami előző életnek a hatásai beszivárognak a kapcsolatba, ugye ami tudat alatt van lerakva, leülepedve, tehát nem tudatosul, ugye azért van tudat alattiban, de ilyen hatással lehet a szexualitásra. Hát ennyit tudtam erre a kérdésre általánosságban válaszolni, de mondom, hogy akkor nyugodtan írjál nekem e-mailt, és akkor tudunk róla hosszabban is, mert ugye nem ismerem a körülményeket, hogy ez mikortól van, mert ezek is nagyon befolyásoló tényezők, hogy mikortól van, mi történt előtte, ezeket is meg kell vizsgálni ahhoz, hogy pontosabban tudjak válaszolni. Gyöngyi, igen, látom közben. Igen. Üzenetre olvasd már, mert légy szíves, ha én olvasom, nem biztos, hogy érthető. Igen. Ismerek olyat, aki élete korábbi idejében azt az életet élte, minél több nőt megszerezzen, magáévá tegyen, és ezzel nem tud szakítani. Párkapcsolatában igen ritkázza az együttlétet, ami párja elhidegüléséhez vezetett. Na most akkor, hogyha jól értem, akkor egy kaszanovával állunk itt szemben körülbelül, ugye, aki gyűjtötte a skalpokat, és ugye itt a párkapcsolatban pedig az együttléteket ritkítja, ugye ez aztán az elhidegüléshez vezetett. Hát erre azt tudnám válaszolni, nagyon röviden, mert ugye itt a háttér dolgokat nem ismerjük, hogy hogyan, miként, tehát ezeket nagyon pontosan kell föltárni. De azt tudnám erre válaszolni, hogy az a férfi, aki olyan skalpgyűjtő, nekem az a tapasztalatom, hogy az önmagával nincsen megelégedve, önmagával nem elégedett, az önbizalmával, a férfiasságával, férfias teljesítő képességével nincs tisztában, nem elégedett, és ezért folyamatos megerősítések, folyamatos rábólintásokra van szüksége, hogy na látod, ezt is meg tudtam hódítani, azt is bevittem az ágyamba, amaz is megvolt nekem, és így saját magának, önmagának folyamatosan súlykolja, hogy én pedig egy nagyon jó férfi vagyok, hát mert hány strigulát húztam már, ugye? És mindig a másikat, a változatosságot, az újat keresi. Megvolt neki egy nő, és már lép is tovább, megy a következőhöz, tehát nem tud tartós kapcsolatot kialakítani. Ennek is számos oka lehet. Többek között az, hogy egy olyan minta volt előtte, amit gyerekkorból hozott, ami szintén erről szólhatott. Hogy nem volt intim, nem látott, nem tapasztalt a szülők között intim kapcsolatot. És hogyha azt nem tapasztalt, akkor mihez alakítsa az ő életét? Milyen minta van előtte? Nyilván csak az. Hát igen, itt már egy picit nehezebb a helyzet, mert ugye itt már nagyon mélyen kell megdolgozni a tudatalatti tartalmakat, mert itt már nagyon sok probléma rakódott egymásra. Ennyit tudok így válaszolni, általánosságban persze. Igen, és Gyöngyi, így ahogy beszéltél, én azt vettem ki szavaidból, hogy te már elég régóta adsz segítséget párkapcsolatba az embereknek, igaz? Hát igen, közel 20 éve. Közel 20 éve. Igen, igen, igen. És még egy nagyon fontos dolgot azért szeretnék elmondani, hogy visszatérve a legelső gondolatomhoz, hogy a párkapcsolatnak a pillére, ugye a három láb, a szeretet, a kölcsönös megbecsülés és a szexualitás, mert a szexualitás egy energiaforrás. És a pénz mozgása is energia. Na most, hogyha egy kapcsolatban nem működik a szexualitás, előbb-utóbb anyagi problémák is jönnek. Ezt is megfigyeltem már.
Tehát leépül az addig jól menő dolog, az addig viszonylag konszolidált állapot, elkezdenek jönni az anyagi problémák is, mert ugye nincs energia utánpótlás a kapcsolatban. És ha nincs energia utánpótlás, akkor a pénz is, mint energia, elkezd akadozni, vagy akár le is áll az áramlása. Tehát nyilván nem a pénz miatt élünk, de sajnos tudni kell, hogy pénzért tudunk tanulni, pénzért tudunk a gyerekünknek ruhát venni, cipőt venni, tudjuk őket egyetemre iratni, és még sorolhatnám. Tehát nem cél a pénz, hanem eszköz. És hogyha a szexualitás nem működik, akkor ez a pénzeszköz is kevésbé fog működni, kevésbé fog áramolni az életünkben. Ez valóban így van, egy kedves nézőnk is írta, hogy ez tökéletesen így van. Ilyen nyomatékosan, én még ezt nem is hallottam, de valóban Igen. Van. Igen. És persze erre szokták nekem azt mondani, hogy ó, hát vannak olyan házasok is, ahol duskálnak a pénzben, és mégsem jó a kapcsolatuk. Persze, ilyen is van, ez a kivétel. De a nagy általánosságban ugye mindig vannak kivételek, és a kivétel is a szabályt erősíti, ugye, ahogy megtanultuk még gyerekkorunkban, az iskolában. Tehát a nagy általánosságban, hogyha nincs a szexualitásból nyert energia utánpótlás, akkor a pénzbeli utánpótlás is akadozik, és problémát jelent az anyagi előrejutásunk, vagy fennmaradásunk is. És azért meg lehet nézni, hogyha kimegyünk az utcára, hogy ugye én arcelemzéssel is foglalkozom, látszik az embereknek az arcán, hogy hogyan működnek ők otthon, hogyan mennyire boldogok, nem az, hogy mosolyognak vagy nem mosolyognak, hanem az, hogy mennyire kiegyensúlyozott az arcuk, illetve ugye a vese az a párkapcsolatnak a területe, hogy a veséjük mit jelez az arcukon. Látszik rajtuk, hogy most, vagy például ugye a férfias kopaszodás. Azon is látszik, hogy ugye a férfiak, hogyha így két oldalt kopaszodnak, akkor az azt mutatja, hogy a veséjük nem működik jól, tehát a párkapcsolatban sincs minden rendben. Ugye a vese az a párkapcsolatnak a szerve, jobb vese, hitvese, bal vese, kedvese. Jaj, de jó. És azt mondd már meg nekem, Gyöngyi, az arcon hol van a, melyik rész mutatja a vesét? Az arcon a szem körül, illetve elsősorban a szem alatti része, ez a vesének a területe. És ha az nem jó, akkor zacskósak a szemeink, vagy... Hát igen, van egy-két híres ember, akinek ilyen nagyon nagy táskák vannak a szeme alatt, hát vagy voltak, mert már nem élnek. Ugye emlékezzünk például a Ransburgra, neki nagyon nagy táskák voltak a szeme alatt. Hát most így kapásból nem is tudok mást mondani, de biztos, hogy van még egy jó pár. És ez azt mutatja, hogy valami nincs rendben a kapcsolatában. Tehát vagy az ő hozzáállásával van probléma a kapcsolatban, vagy az egész párkapcsolatával van gondja, nehézsége. Igen. És ahhoz akkor, akinek nagyobb zacskók vannak a szeme alatt, arról lehet következtetni, vagy nem kell ahhoz, hogy olyan nagy... Persze, nyilván egy jel önmagában nem jel. Tehát azért egy arcon látni, hogy kiegyensúlyozott, vagy egy nyomorgó, szomorú arc, egy problémákkal teli embert takar. Tehát azért azt látni, mindig összességében kell szemlélni ezeket a dolgokat is. Mint mindent, ugye, ami az emberrel kapcsolatos. Tehát nem lehet egy részt kiragadni, és akkor én azt mondom arra, hogy na, táska van a szeme alatt, akkor neki biztos, hogy nem jó a házassága. Ez azért nem egészen így igaz, úgyhogy mindig több jelnek kell összejönnie, és egyszerre jelen lennie ahhoz, hogy ezt ki lehessen jelenteni. És Gyöngyi, mivel, hogy már ugye mondod, közel 20 éve foglalkozol ezzel, mit Igen. veszem észre, hogy azok a problémák, amik régebben voltak, mondjuk 15 évvel ezelőtt, hogy most gyakoriabbak-e, vagy más jellegű problémák vannak a párkapcsolatban, hogy felgyorsult a világ, és még az is rombolja a kapcsolatokat. Tehát mit veszel észre, hogy rosszabb irányba haladunk?
ami a párkapcsolatot illeti? Feltétlenül. Én azt gondolom, feltétlenül, és azt is tudom, hogy a párkapcsolat a 24. órában van ilyen szempontból, mert valamit sürgősen tenni kell, változtatni kell, mert ha ez így megy, ha hagyjuk, hogy így menjen tovább, akkor nagyon el fog lélektelenedni az egész. Igen. És ugye atomjaira esik szét a társadalom, és akkor már nagyon nagy problémák vannak. Igen, azt veszem észre, és azt tapasztalom, hogy amíg 20 évvel ezelőtt nem voltak ilyen tömegesek a válások, talán épp a múltkor beszéltünk róla, hogy mennyire elharapózott, hogy na, hát legfeljebb elválunk. Tehát ez most már szinte divat számba megy, és most itt konkrét számokat nem tudok hozni, de rengeteg válás van évente. Rengeteg válás van, szemben a kevesebb házasságkötéssel. Na most az még nem is lenne baj, ugye, hogy kevesebb ember köt házasságot, vagy kevesebb pár köt házasságot. Azt hiszem, hogy erről a múltkori alkalommal beszéltünk. Hanem inkább az a probléma, hogy a kevés házasság is sokszor válással végződik. Na most ennek is számos oka van, de azt hiszem, hogy most ezt már így nagyon-nagyon nem tudom kifejteni, mert az időnk a végéhez közeledik, de megpróbálom egy picit felgyorsítani a tempót. Tehát ugye, hogy felcserélődtek a szerepek. A nők nagyon sokszor férfi szerepet kényszerültek vinni, ugye, mert egyedül maradtak a gyerekkel, és annak a gyereknek ugye meg kell csinálni, mit tudom én, a táskáját, hogyha leszakadt a csatja. Hát ki csinálja meg este, amikor hazamennek, hát nyilván anya. A ház körül munkákat is, vagy a lakásban a kisebb munkákat is az anyának kell megcsinálnia, ugye, mert nincs férfi. Ezért a fiúk és a kislányok is, ugye, akik így növekednek fel csonka családban, nem kapnak férfi mintát. Tehát nem tudják megtanulni, hogy hogyan kell viselkedni a férfival a kislány, mert ugye ő az apján keresztül tanulja meg, hogy a férfi nemmel hogyan kell viselkedni, illetve a kisfiú nem tanulja meg, hogy hogyan kell férfiként viselkedni. És ez ugye ez a 70-es évek második felére tehető az az időszak, amikor felgyorsultak, és sokkal gyakoribbá váltak a válások, és az a nemzedék ma körülbelül 40 éves, tehát a 30-40 éves közötti, és hát ugye ők azok a potenciális életkorúak, akik házasságot kötnek, akik családot alapítanak, és bizony, hát a másik pedig az, hogy ez a hihetetlen sok romboló információ, ami a médiából folyik. Én emlékszem rá gyerekkoromban, amikor egy nőről csak lekerült a blues, tehát melltartóban volt, már 16 éven felüli film volt. 16 éven felüli. Most meg a legkisebbeknek, ugye a 12 éveseknek szóló filmben is 5 perc után szex van. Tehát ledegradálják a szexualitásnak a lényegét, azt gondolom. És ettől nagyon nehéz. Ettől csak úgy tudjuk megvédeni a gyerekeinket, ha mi jó példával járunk elől, és elmondjuk nekik, és nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy a szexualitás az nem csak arról szól, hogy összefekszünk, majdnem nagyon csúnyát mondtam, hanem arról is szól, hogy szeretjük egymást, tehát szeretkezés legyen. Erre meg kell tanítani a gyerekeinket, elsősorban a mi példánkon keresztül természetesen, hogy nekünk is a helyén van, és értéke van a szexualitásnak. Köszönjük, Gyöngyi. Van itt egy kérdés, csak mit lehet tenni a párkapcsolat megmentése érdekében? Esetleg konkrét javaslatot, ha kaphatnék. Hát erre egy konkrét javaslatot sajnos azért nem tudok adni, nem azért, mert nincs elég tudásom hozzá, hanem azért, mert a kérdés nagyon általános. Ugye? Nem tudjuk, hogy milyen probléma van. Ha tudom, hogy milyen probléma van, akkor tudok konkrét javaslatot adni arra, hogy hogyan lehet megmenteni a házasságot. De maradjunk ennél a házaspárnál, és akkor ez lesz az utolsó gondolatom, akik ugye a nő eljött hozzám, hogy válni akar, ott ugye mind a kettőjükkel kellett egy kicsit dolgozni. A nő, hogy férfinak lássa a férjét, a férfi pedig azért, hogy férfiasabb legyen.
És mind a kettőjükről kellett dolgozni azért, hogy meg tudjuk menteni a kapcsolatukat. De ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül mind a kettőjüknek el kell jönni terápiára, mert ugye nagyon sokszor a nő miatt alakul ki a probléma, tehát akkor ott kell, ahol a gyengébb láncem van, ott kell kezdeni a megoldást is. Természetesen az nagyon jó, hogyha egyszer-egyszer a férj is eljön, mert akkor ugye a nő nem a saját problémájának érzi ezt az egészet, hanem közös ügynek. És ez összehozza őket. De szerintem Éva, hogyha felkeresi Gyöngyit, akár Facebookon, akár e-mailbe, akár telefonon, és akkor... Edith. Vagy Edith? Edith, igen. Igen. Itt vannak az elérhetőségeim, és akkor bátran várom a kérdést, a konkrét kérdést, mert úgy tudok konkrét tanácsot adni. Jó, nagyon szépen köszönjük neked, Gyöngyi. Nagyon gyorsan elter megint a... Rohan az idő. Családi és párkapcsolati terapeuta vagyok. Azért mindenképpen azt javaslom, kedves Edith, hogy vegyék meg Gyöngyivel a kapcsolatot. Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy mi is emberből vagyunk. Igen. Tehát nekünk is ugyanazok a problémáink, mint más egyéb halandóknak, ugye? És mi a saját problémáinkat nem tudjuk sajnos megoldani. Tehát nekem is, hogyha valami gondom van, akkor elmegyek egy kollégámhoz, mert én saját magamnak nem tudom megoldani a saját problémámat. Mert akkor nem keletkezne probléma, hogyha meg tudnám oldani. Köszönjük szépen neked, Gyöngyi, és a nézőknek is. A nézőknek azt szeretném mondani, hogy most kis időre bezárom a termet, a stúdiót, de 17 órakor Seres Évi Szafináékkal jön vissza. Úgyhogy még egyszer köszönjük neked, Gyöngyi. Nagyon szép napot. És köszönöm szépen. És a nézőknek is sziasztok. Minden jót a továbbiakra. Szervusztok!